Vers Ákossal beszélgetünk. Ákos 2019. április 19 és 21 között a 6. Copper Cup elnevezésű nemzetközi utánpótlás kézilabda versenyen vettetek részt. Milyen volt ez a verseny? Mennyien indultatok? Kik képviselték az SKK közösségét? Ugye három korosztályról is beszélhetünk. Így van, három korosztályban összesen 4 csapattal indultunk el. 2005-6-os korosztályban 1 csapattal, 2007-ben 2 csapattal, és 2009-ben 1 csapattal indultunk. Ez számszerűleg azt jelenti, hogy 59 gyermek 5 kísérővel vett részt az SKK közösségéből ezen a nemzetközi tornán. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a torna, szakmailag erősebb volt, mint amire számítottam, úgyhogy ez mindenképpen az előnyünkre vált, hogy ezen a tornán részt tudtunk venni, és úgy gondolom, nem vallottunk szégyen, nagyon szép eredményeket szereztünk. És ha már nagyon szép eredményeket mondtál, akkor mindenképpen el kell mondani, hogy 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz, 1 negyedik hely, tehát mintha sorjába állítottuk volna az eredményeket, ez nagyon szép siker. Így van, hát aranyérmet szerzett 2007-ben az 1-es csapatunk, a 2-es csapatunk pedig 4. helyezést szerzett, a 2009-ben Debreceni Luce csapattal a 2. helyezést szerzett, és 2005-6-os korosztályban a 2006-os gyerekekből, többnyire 2006-os gyerekből álló csapatunk a 3. helyen végzett. Kicsit sajnáltam is a gyerekeket, mert megérdemelték volna az első helyet, ugyanis 3-as holt verseny alakult ki az első helyen, és csak az egymásoni eredmények miatt csúsztunk a 3. helyre. Beszéljünk elő részletesebben is ebből a korosztályról, 2005-2006-os, főleg 2006-os gyermekek állítottad össze ezt a csapatot. Milyen nemzetiségű ellenfelek voltak, és mind csúsztatok el? Ugye összesen 16-an mentünk alapból, már 2 sérült volt a csapatban, aki abszolút pályára se tudott lépni. A maradék, maradék 14 főből játékosból 2 2005-ös születésű volt, a többi az mind 2006-os. Csak külföldi csapatokkal játszottunk, 7 csapat volt a csoportban, 3 szlovén, 1 osztrák, 1 német, és mi, és most értelem talán meg is van. Ja, és egy az olasz csapattal kezdtünk, azt elfelejtem mondani, a Bolognával. Sorrendben úgy volt, hogy Bolognával kezdtünk pénteken, ez egy viszonylag magabiztos győzelem volt, nem volt kérdés, hogy mi vagyunk a jobb csapat. Szombat az már egy erőltetett menet volt, ott 3 mérkőzést játszottunk. Ezek közül is egy volt, amit ki kell emelni, mindegyik szoros mérkőzés volt, egyet kell kiemelni, amikor egy szlovén csapattal játszottunk, és hát 5-0-ás hátrányból sikerült felállnunk, nem kezdtünk jól, kicsit altatott minket az ellenfél, 5-0-ra elhúztak tőlünk, de fél időben sikerült egyenlíteni, és végén 2 góllal nyerni. Az a pikantériája az egész tornának, hogy ez a csapat nyerte meg később a tornát az egymás elleni eredmények miatt, akit mi legyőztünk 2 góllal. Vasárnap 2 mérkőzésünk volt, délután az osztrák csapatot elég magabiztosan tudtuk legyőzni, délután pedig hát úgymond egy ilyen döntőnek beillő mérkőzést játszottunk egy szlovén csapat ellen, ahol sajnos vereséget szenvedtünk. De úgy gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre minden téren. Ha nekem egy dolgot ki kell emelnem, az mindenképpen a szélsőjátéknak, azt mondom, hogy nem is számítottam rá, hogy ilyen eredményesek vagyunk. És én úgy gondoltam, hogy ami eddig is jellemzett minket, hogy a gyors játék azt tovább tudtuk csiszolni, meg hogy mellébe jött ez, hogy szélről elég veszélyesek voltunk az ellenfél kapujára, ez így mindenképpen előrelépés volt, és én elégedett vagyok a lányokkal. Csak egy rövid kérdés a végére. Ugye nem titok, a hűséges nézőink előtt a kupára történő induláskor is meginterjú voltunk téged. Azt mondtad, nincs eredménykényszer. Megyünk, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Most mondhatjuk, hogy érdemes volt? Igen, mindenképpen érdemes volt. Ugye nyilván nem mondhatunk olyat, vagy nem mondok én olyat, hogy előre kijelentek valamit, hogy megnyerünk egy tornát. Ez nyilván adja majd magát sorrend, hogy milyen mérkőzéseket játszunk, milyen ellenfelekkel kezdünk. Hát elég jól kezdtünk, mert 5-5 győzelemmel kezdtünk, és tényleg csak az utolsó mérkőzésen buktunk el, de nem tudok haragudni a lányok emiatt, mert ők magukba kihoztak mindent. És sajnos ennyire futotta, sajnos. Nardei Viktor edzővel beszélgetünk. Az első szó számodra is a gratulációi, hiszen ahogy a nézőink láthatják, és a nyakadban egy nagyon szép aranyérem, ugye aranyérem csillog. Erről majd később beszélünk. Kezdjük azzal, hogy egy, nyugodtan mondhatjuk, egy élménnyel kezdtétek a 3 napos túrát. Mi volt ez? Elindultatok Szombathelyről aztán? Így van, Szombathelyen ugye elindultunk, felszállt mindenki, egy nagy busszal és egy kis busszal mentünk, majd a Bledi-tónál álltunk meg először úgymond körülnézni, kirándultunk egyet, volt 3-4 óránk sétálgatni, lőttünk pár képet, gyerekek jól érezték magukat, körbenéztünk, úgyhogy ez is egy nagyon nagy élmény volt már kezdésnek. Igen, főleg azért, mert sok gyermeknek ez volt az első külföldi útja. És ez még nagyobb élményt jelenthetett.
Így van, nagyon sokan még nem voltak külföldön, úgyhogy ez számukra tényleg felfoghatatlan volt, hogy nem először nem a szülőkkel mentek, hanem egy ilyen családias környezetbe sikerült nekik kijutni. Akkor térjünk rá a versenyekre. 2007-es korosztályról beszél, légy szíves, ugye két csapattal is indultunk. Kik voltak ezek a lányok, mennyien voltatok és milyen ellenfelekkel kellett szembenézni? 2007-ben az első az egyes csapatunkkal 18 fővel utaztunk. Szombaton volt kettő csoportmérkőzésük, amit mind a kettőt megnyertek, majd vasárnap játszották le délelőtt a harmadik csoportmeccset, és mivel itt is sikerült győzelmet hozni, ezért csoportelsők lettünk. A kettes csapatunk egy kicsit megfogyatkozva, 13 lányjal indultunk neki a tornának, mivel az indulás előtti csütörtöki utolsó edzésen az egyik kislányunk sajnos megsérült, úgyhogy innen is kívánunk neki jobbulást. Így kicsit kevesebben indultunk, de itt is szépen meneteltünk előre a csoport mérkőzések során. Egy győzelmet és egy vereséget sikerült összehoznunk szombaton, majd vasárnap még ehhez jött egy győzelem. Így csoport másodikak lettünk, ami azt jelentette, hogy az egyes és a kettes csapatunk egymás ellen játszott az elődöntőben. És hát ilyenkor nyilvánvalóan jobbik győzött, az erősebb csapat, az egyes csapat. Hogyan történt tovább a torna? Így van, az egyes csapatunk játszott ugye az első-második helyezésért. Nagyon futós és szoros mérkőzést játszottunk, az elejétől kezdve egy kiki meccset láthattunk. Úgy gondolom, a védekezés volt a kulcsmomentum. Itthon a hazai bajnokságban a gyerekeknek ugye kötelezően elő van írva a 3-2-1-es védekezés, szerencsére ott ez is működött az elején, de váltanunk kellett, úgyhogy emberfogást alkalmazva és szuper kapus teljesítménnyel sikerült végig biztos kézbe tartani a meccset, és megnyernünk így. A kettes csapatunk ugye így a harmadik helyezésért játszott, kicsit már koncentráltságból veszítettünk, elfáradtak állóképességileg, már nem bírták a lányok, de én nagyon büszke vagyok mindenkire, ugyanis szerintem a 8 csapatból a 4. helyezés is nagyon szép, és a lányok is nagyon örültek neki. Kiket tudnál kiemelni, akik különösen extrát nyújtottak? Szerintem ez csapatmunka volt, mindkét nap, úgy gondolom. Sajnáltam, hogy nem tudtam sokat cserélni a döntőben, de szombati nap is mindenki kapott lehetőséget, illetve vasárnap még az utolsó csoportmérkőzéseken is mindenki pályára lépett, de azt gondolom, hogy senki nem szomorkodott, ugyanis egy csapatként biztattuk egymást, és a lányok nagyon motiváltak voltak, akár a kispadon voltak, akár a pályán, úgyhogy én nem emelnék inkább senkit. Bucsi Veronna, Juhász Luca és Marton Jázminnel beszélgetünk. Lányok, gratulálunk, az első szóval gratuláció mindenképpen, hiszen a 2005-2006-os korosztályban a 6. Koper Cupon bronzérmet, értékes bronzérmet szereztetek. Milyen volt ez a torna számotokra, Veronna? Jó volt. Igazából úgy sok tapasztalatot szereztünk, és élményt is szerintem. És ha már élmény, Luca, mivel kezdődött ez a kirándulásotok? Ugye 3 napig voltatok távol, de az első nap az igazán emlékezetes volt, ugye? Hát megnéztük a Bledittót, nagyon szép volt, csináltunk sok képet, megsétáltunk ott. Jászmin, ha jól tudom, akkor 6 mérkőzésetek volt, és ebből 5-öt megnyertetek. Igen. Hát nagyon jók voltak a meccsek, nagyon izgalmas volt mindegyik. Az utolsó sajnos elvesztettük, de nagyon jó volt az is. Ha mindenkinek egy kedves élményét megkérdezném, akkor mit mondanátok el ebből a 3 napból? Mi az, ami igazán emlékezetes maradt számotokra? Hát szerintem nekem úgy a játék, mert az nagyon tetszett, ahogy játszottunk, meg úgy az ellenfelek is teljesen mások voltak, így hogy ugye más országok voltak, és szerintem az úgy nagyon jó volt. Úgy érzed, hogy fejlődtetek? Igen. Neked, Luca, mi volt az, ami a legemlékezetesebb marad? Hát szerintem is az, hogy más országokkal játszhattunk, és hogy megtudhattuk, hogy ők hogy játszanak. Szövődnek ilyenkor barátságok, és egyébként gondolom tanultok idegen nyelvet, tudtok velük beszélgetni? Hát, igen. Neked, Jászmin, mi volt az, ami maradandó marad? Hát a meccsek, ugye, meg hogy együtt töltöttük ezt a pár napot igazából még, ahogy a csapattal együtt lehettünk. Legközelebb is mentek nemzetközi tornára? Igen. Hova szeretnél eljutni mindenképpen? Spanyolország. Te már voltál nemzetközi tornán, vagy ez volt az első? Makarskán voltunk tavaly. Ez is nagyon jó volt.
Debreceni Luca edzővel beszélgetünk. Neked is jár a gratuláció, hiszen az U10-es csapatoddal nagyon előkelő második helyet hoztatok haza, ezüstérmesek lettetek, de ne szaladjunk ennyi előre. Előtte még kirándultatok is egyet, jól érezték magukat a lányok? Nagyon jól sikerült, igen, minden kirándulós programunk. A pénteki utazásunk a Bledittóhoz történt először, nagyon gyönyörű helyekkel jártunk. Aztán szombat délelőtt sikerült Koper városát megnézzünk, láttuk a tengerpartot, valaki most látta először, úgyhogy fantasztikus élmény volt a lányoknak. Igen, és hát nem csak a tengerpartot látták sokan először, hanem sokan most voltak egyáltalán először külföldön is. Így van, hát a lányoknak a nagy többsége most volt először tengerpartnál, van, aki Horvátországban már jártak, de a legtöbbsége most járt először, most érinthette meg a lábujjaival a tengervizét. Jól indult akkor ez a három nap, és a húsvét ellenére utána pedig jöttek a mérkőzések. Milyenek voltak az ellenfelek, és hogy sikerült ez a második hely? Hát nagyon megleptek minket az ellenfeleink, mivel egy teljesen más játékrendszerben játszanak, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Azonban az első nap nagyon szépen felvettük a versenyt velük, ez meg is látszik, hogy az első napon mind a három mérkőzésünkön sikerült nyerni. Második napra úgy gondolom, hogy egy kicsit elfáradtunk, nagyon sok egyéb kirándulós és játékos feladatunk volt a meccseken kívül is, így sajnos az utolsó meccsen vereséget szenvedtünk a hazai csapattól, így sikerült viszont az előkelő második helyet megszerezzünk, amire nagyon büszke vagyok. És hogy érezted, fejlődtek a lányok ez alatt a három nap alatt is? Nagyon sokat tanultak mind a lányok, és mind én nagyon sokat tanultam, hogy hova kell eljutnunk. Van még mit tanulnunk, de nagyon szépen teljesítettek a lányaim. Most pedig már újra itt vagyunk a hétköznapok sűrűjében. Edzést tartasz, mire készültök, mi lesz a következő megmérettetés? Most még van egy hétvégi pihenőnk, aztán utána folytatódik a gyerekbajnokság, illetve a kisiskolás bajnokság, még három forduló vár a lányokra, úgyhogy erre próbálunk készülni a továbbiakban. Jelencsics Amarillával beszélgetünk. Hát mielőtt kimentetek Koperbe, nagyon nagy várakozással voltál, hogy milyen lesz ez az út, milyen élményt jelent majd. Sikerettek ezek az elvárások? Jól érezted magad? Igen, nagyon jól éreztem magamat, és sikerült azt megcsinálnom, amit kértek tőlem. Volt egy nagy kirándulás még a torna előtt. Hol jártatok? Hogy érezted ott magad? Hát Ausztriában voltunk a Bledittónál. Ott nagyon jól éreztem magam. Igaz, hogy a szüleim nem voltak ott, de jó volt még úgy nélkülük is. Kis Panna, te voltál már külföldön, vagy neked is ez volt az első utad? Nekem is ez volt az első utam így külföldön. És hogy érezted magad? Milyen volt a verseny? Nekem nagyon tetszett igazából a verseny. Ott voltak a szüleim is, szurkoltak nekünk, nagyon tetszett. Amarilla, te pedig betartottad a Lucának a tanácsait. Mit jelentette számodra? Hát nekem nagyon boldog voltam, hogy be tudtam tartani, mert nem mindig sikerülnek olyan dolgok, amiket én meg szeretnék csinálni. Ezüstérmesek lettetek, elégedettek vagytok? Én igen, elégedett vagyok vele. Ha legközelebb lesz torna, akkor is kimész külföldre? Ő valószínűleg igen. És az ezüstéremből lehet arany? Lehet. Számodra is? Igen, lehet.